Mozart és Beethoven a zongorán alkotott, egy gamer pedig a billentyűzetével igyekszik jól muzsikálni. Az Alienware AV768 egy masszív, tiszteletet parancsoló és egy cseppet titokzatos periféria, melyet elég egyszer használni, hogy végképp a magunkénak érezzük. Nem tagadom, az első találkozás után elég nehezemre esett egy másik billentyűzetet a kezembe venni. Haladjunk azonban szép sorjában, miért is nevezhető egy igazán jó sikerült alkotásnak. Először is sallangmentes a doboz kinézete. Ránézünk, és rögtön láthatjuk a belül lapuló eszköz látványtervét. Ami pedig elénk tárul, az egy AV768 fekete és szürke klaviatúra, mely ott csücsül kényelmesen kialakított helyén, melytől néhány mozdulat után megválunk, hogy szabadjára engedjük a benne lapuló szörnyet. Nem mondható habkönnyűnek, megemelve röpke másfél kilót nyom a kicsike. Textilbevonatú kábellel van ellátva, mely törésbiztos, a billentyűk egy acéllemezen pihennek a még jobb stabilitás érdekében. Három szögben dönthető, illetve a széles tappancsainak köszönhetően nem fog odébb mászni az asztalról. Az Alien gomb megnyomásával elénk tárul a szivárvány teljes színpompája, majd egy újabb mozdulattal meg is szüntethetjük. A szín és látványvilágát többféleképpen is testre szabhatjuk. Egy rendkívül egyszerű, az Alienware saját programjával kezelhetjük. Van itt pulzáláshoz és lélegzetvételhez hasonló megoldás, de az esőcseppeket és a tűzi játékot is szimulálja nekünk, ha szeretnénk. Tovább kapcsolgatva néhány pillanatig még kit kacsintását is megidézhetjük. Nem csak a teljes billentyűzetre, de külön részeire is aktiválhatjuk a színjátékot, úgy mint a VASD, a számsorok, a nyilak, vagy éppen a numpaddal is működik, de akár zónákra is kioszthatjuk. Brown mechanikus billentyűkészletről beszélhetünk, amely arany középút azoknak, akik sok szöveget írnak, de játszanak is mellette. PUBG kalandozásaink közben a billentyűk a legrövidebb válaszidő alatt kommunikálnak rendszerünkkel, emellett pedig mechanikus mi volt a miatt minden egyes gomb lenyomását hallani fogjuk, ezzel is meggyőződve arról, hogy bevettük a kanyart. Az anti-ghost rendszernek köszönhetően pedig bármennyi billentyűt lenyomhatunk egyszerre, így biztosan mindig követni fogja parancsainkat a játék. Van rajta hangerőszabályozó görgő, némító, valamint a szokásos médiakapcsolók sem maradhattak le. Az oldalán pedig 5 makrógombot szabhatunk szemére. 16,8 millió színnel rendelkezik, 50 milliós leütési élettartamot kínálnak, emellett 1 millisekundumos válaszidővel rendelkezik, így még pislogni sincs időnk, és már bevittük a karaktereket. Hangja, látványa és tapintása nem hétköznapi, így az ára sem az. De egy biztos, ez a jövevény nem engedi, hogy levegyétek róla a kezeteket. Ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel csatornánkra. Ha lemaradtál korábbi tesztjeinkről, most bepótolhatod. Továbbá ne felejtsétek el meglátogatni az esport1.hu weboldalát a folyamatosan frissülő híreinkért.